A hazai pálya ellenére nem számított könnyű mérkőzésre a kosársuli, mivel azonban a vendégek foghíjasan érkeztek, a meccs már a feldobás előtt eldőlt. Az első negyed 23-5-ös eredménye tükrözte az erőviszonyokat, és a folytatás is veszőfutás volt a vendégek számára. A nagyszünetben már 35 ponttal vezetett a házigazda, és a különbség a folytatásban csak tovább nőtt. A harmadik és negyedik 10 percben a máskor kevesebb lehetőséghez jutó is pályára léptek, a végén csak az volt a kérdés, hogy meg lesz a bűvös 100 pont. Végül 102-ig jutott a minden mutatóban magasan az ellenfele fölé növő NKS, amely így tovább őrzi hibátlan bajnoki mérlegét. Egész héten arra készültünk, hogy jön a két gerebenlány, akik ugye jól bontanak meg mérkőzéseken, körülbelül 40-50 pontot dobnak ketten, tehát ugye erre figyelni kell. Elkezdődött a bemelegítés, lejött ugye az ellenfél csapata, de az edző már közölte, ez a két lányos sajnos nem tudott eljönni más elfoglaltságuk miatt, így innentől kezdve ugye megpróbáltuk úgy megkezdeni ezt a mérkőzést, hogy kellő hatékonysággal sikerült is, hogy az ellenfél alig-alig tudott pontokat dobni. Így volt módunk is lehetőségünk arra, hogy minden játékosunkat kellőképpen játszhassunk. A keleti csoport élén az MTK Budapest álló győzelemmel megelőzve a hat sikerszámláló nyíregyházi kosársulit Farkasinszki Gyuláné együttese vasárnap 17 órai kezdett el, a 9. Szolnokot fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában.